egészségfejlesztési intézetnek a létrehozása, én úgy gondolom, hogy egy gyönyörű példája Debrecen városának és a Debreceni Egyetemnek az összefogásának, ugyanis itt a ketten hitet tettünk amellett, hogy a lehető legátláthatóbb, leglogikusabb, leggyorsabb ügyeleti rendszert, iskolafogászatot, stb. Alakítjuk ki. Minden olyan dolgot, ami az önkormányzatnak a feladata, azt az önkormányzat a Debreceni Egyetem segítségével, hátterével biztosít a klinikai központ területén belül mostantól. Egy nagyobb alapterületen, felkészültebb környezetben, felkészültebb humán erőforrással próbáljuk megbiztosítani azt, hogy minél kevesebbet kelljen várni, minél transzparensebb legyen, átláthatóbb a betegút, hogy minél előbb mindenki arra a pontra kerüljön, ahol ténylegesen, ha szükséges, akkor adekvát, pontos ellátást kap a klinikai központon belül. A megyének a 90%-át azt a Debreceni Egyetem látja el a Kenézi Egyetemi Kórház integrációjával. Tehát egy olyan rendszer jön létre, amiben, ha okosak vagyunk, ez egy fantasztikus lehetőség, az összes betegutat kontrollálni tudjuk, a daganatos betegeket, a sürgősségi ellátást, az alapellátással kapcsolatos feladatokat, és ehhez egy plusz pont az, hogy a város és az egyetem közötti rendkívül jó kapcsolatban meg tudjuk, ehhez hozzá tudjuk rakni az alapellátási feladatkört is. Rettenetesen fontos ez Debrecennek, mert hogyha azt nézzük, hogy milyen fejlődés van a városban, akkor mindenképpen az várható, hogy a lakosság szám biztos, hogy nőni fog. Na most, hogyha ez így van, akkor nekünk azt a bizonyos háttérszolgáltatást is kezelnünk kell, ami az egészségügyi szolgáltatói rendszer. Tehát nekünk az egészségügyi szolgáltatói rendszert közösen a várossal meg kell erősítenünk, górcső alá kell vennünk minden egyes pontját, nagyítóval kell elemeznünk, és a lehető leglogikusabb rendszert kell kialakítanunk azért, hogy ezeknek a kihívásoknak meg tudjunk felelni. Ahol vagyunk, ez a főépülettől jobbra található régi sebészeti klinikának a bal oldala. Gyakorlatilag itt hát körülbelül egy olyan 5-800 négyzetméteren került kialakításra ez az intézet, tehát a betegek itt keressék. Most történik meg először, hogy Debrecenben nem egy magánszolgáltató, nem kiszervezett formában, hanem a Debreceni Egyetem szervezésében, a Debreceni Egyetem területén és az Debreceni Egyetem humán erőforrását használva tudjuk működtetni az alapellátási ügyeletet. Alapellátási ügyeletben a házi orvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi ügyeletet is értjük. Tehát Debrecen teljes ügyeleti rendszere egy kézben az alapellátási intézetben koncentrálódik. A másik terület a védőőrző gondoskodó város. Ezt pedig a védőnői rendszer biztosítja, hisz a területi védőnők már csecsemőkortól kezdve, sőt, már a magzati kortól a terhes gondozással elkezdik segíteni a lakosainkat, a várandós édesanyákat nyugtatni, majd szülés után segíteni őket az első lépéseknél, majd később az iskolavédőnői rendszer átveszi a gyermekeinket, és egy nagyon komplex szűrővizsgálati programmal, az állam által finanszírozva végeznek vizsgálatokat szabályozottan. A fogorvosi ellátás is Debrecenben megszervezésre került. Debrecen nem szervezte ki, nagyon sok megyei város megtette. Debrecen megtartotta a fogászati alapellátását. A Szent Anna utca 11 és a Betlen utca 40 alatt működik. 48 munkatársról egy nagyon komplex fogorvosi ellátás gyermek számára, és itt még szakellátás is. Ez a feladat is átkerül az intézmény feladat körébe. Nagyon sok megyei város nem szervezi meg, Debrecen igen, az anyatejgyűjtő központ működését. Egységesen, tehát egyetemi környezetben, egy nagyobb alapterületen, az igazgatóság ugyanitt található az épületben, az első emeleten, egyesítve fogjuk tudni működtetni a rendszert. Holnap reggel 8 órától már minden kollega itt várja ezen a helyszínen, az új helyszínen az ellátottjainkat. Hangsúlyozom, ez egy házi orvosi ügyeleti rendszer, tehát ellátni azokat az ellátottakat, azokat a betegeket várjuk, akik házi orvosát
keresné meg, vagy keresné fel, de erre nincs, nem volt ideje, vagy nem tudott elérni, de a panaszai annyira akutak, hogy már nem szeretné megvárni a következő napot. Emellett az egyetemnek van sürgősségi klinikája, egy nagyon nagyszerű, többvonalas fogadórendszerrel működve az akut ellátást biztosítja, és ugye itt van mögöttünk a fekvőrendszer is, tehát egyben, egységben, hogyha bármilyen probléma van, itt egy épület mellettünk lévő épületben működik a sürgősségi osztály, de a sürgősségi osztályjal alagúttal össze vagyunk kötve, tehát nagyon gyorsan, nagyon frappánsan, időjárástól függetlenül el tudjuk érni a következő segítségpontot is. Tehát ahogy elnök úr mondta, olyan beteg út kéz a kézbe tudjuk a város lakosait vinni, ami még eddig példátlan volt.